Az Egyesült Nemzetek Szövetségének az ajánlása nyomán június 26-án világszerte tudatosító rendezvényeken hívják fel a figyelmet a pszichoaktív szerek használatával járó kockázatokra. Bár azt nem tudhatom, hogy milyen hatással van a drog elleni küzdelemre, hogy hány fiatal életet ment meg egy ilyen beszélgetés, de abban mindenképpen segítséget nyújtunk, hogy akár a kemény pszichoaktív anyagokat használók számára, akár a legújabban az úgynevezett designer drogok tekintetében friss, használható információkhoz juttassuk nézőinket, közösségünk minél szélesebb rétegét. A stúdióban videókapcsolatban velem dr. Zaher Gábor, toxikológus. Üdvözlöm, doktor úr! Szép napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önöket. Köszönöm a megtiszteltetést, hogy gondoltak rám. Nos, ugye, hát kábítószerek és kulturálisan és egészségügyileg is elfogadott szerekkel, drogjainkkal kezdeném. És hát ugye, hogyha az egészség, ugye akkor ott vannak az érzéstelenítők, vagy hogy a kulturális dolgokról beszélünk, akkor a pálinka. És ott van egy kép a fejemben, amikor az apuka poharazgat az asztalnál, közben felhívja a figyelmét a csemetéjének, hogy nehogy azon kapja esetleg, hogy cigarettázik, vagy esetleg netán még füves cigarettát szív. Van valami probléma ezzel a képpel? Én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon helytelen megoldás. Azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a gyerek ne kerüljön kapcsolatban mondjuk a pszichoaktív szerekkel, hiszen a szociális minta az mindig hihetetlen módon meghatározza tulajdonképpen az életünket. Ugye nekem is van gyermekem, jó persze, hogy már bőven-bőven felnőtt, de szokták róla mondani, és abszolút nem pozitív hangsúlyjal, hogy ez a gyereket pont olyan, mint te vagy. Most mitől lenne más? Hiszen viszi tovább a genetikám egy részét, és egy csomó olyan magatartás mintát, amit tanítottam neki, vagy amit nem is akartam, hogy megtanuljon, de a fene egye meg, hát elleste tőlem ezeket a dolgokat. Úgyhogy a minta közvetítés, hiszen a gyerekben saját magunkat látjuk viszont, az egy hihetetlenül fontos dolog. És persze apuka csak alkoholt iszik, mert mondjuk az ő korosztályban egyéb más szerhasználat az nem divat, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy megy előre a korfa, azért egyre ritkább mondjuk a szerhasználat, legalábbis itt ugyebár Közép-Európában. Az Egyesült Államokban teljesen más, de akkor visszagondolunk arra, hogy ott tulajdonképpen valamikor a 60-as évektől kezdődően indult el valójában ugye a kábítószerhasználat. Ugye a volt szocialista országokban pedig ugye a rendszerváltást követően kezdődött egyfajta szabadság, hiszen gondoljunk bele, ugye a rendszerváltás előtt a szocialista embertípussal abszolút összeegyezhetetlen volt a kábítószerhasználat. Jó. Inni lehetett természetesen, de a kábítószer az nem, az egy ördögtől való történet volt. De úgy gondolom, hogy maga a harc, ugye, amit egy jó pár évtizeddel ezelőtt meghirdettek a kábítószer ellen, az már egy jó pár éve elveszett. De úgy gondolom, hogy harcolni ez ellen a történet ellen nem lehet, és persze itt nem elsősorban a drogkereskedelemről van, szóval ez egy teljesen más történet, hiszen itt hihetetlen haszonkulcsal Dél-Amerikától Afrika, Európa, Ázsián keresztül állítanak elő különböző pszichoaktív szereket, hanem alapvetően a történet arról szól, hogy az a felnövekvő generáció vajon tud-e jó időben és jó helyen nemet mondani. Mert tessenek vele gondolni, ugye annak a szerhasználatnak az alkalma, az nem akkor lesz, amikor ott van vele apa, anya, osztályfőnök, igazgató, hát egyáltalán nem, hanem mondjuk szombat hajnali 1:30-kor abban a bizonyos buliba, ahol elé lép egy csávó és bekínálja őt, és akkor ott nem arról lesz szó, hogy apuka ott ül, és akkor azt mondja, hogy fiam, hát ne, inkább ezt ne, hanem akkor a gyereknek magának egyedül kell dönteni, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi kerül a gyereknek a puttonyába. Na most ezt a puttony persze egy abszolút jelképes puttonynak kell elképzelni, amit mindannyian viselünk ugye a hátunkon, attól a pillanattól kezdve, hogy megszületünk, és ebbe kerülnek olyan dolgok, mint értékrend, mint keretrendszer, mint példaképek és a jövőkép, és ezek a döntéseink fogják meghatározni tulajdonképpen azt, hogy például mondjuk abban a hajnali 1:30-es szituációban az gyerek mit fog mondani, hogy azt mondja, hogy persze, gyere, toljuk együtt, vagy azt mondja, hogy figyelj, öreg, húzz el innen, mert én nem vagyok erre a történetre kíváncsi, és ettől még lehet, hogy megiszik két fröccsöt, amitől nem fog valljuk szintén ez a világ összedőlni. Gond az már akkor ezek szerint, hogyha a gyerek egyszer is kipróbálja? Tehát ez arra utal, hogy az a keretrendszer, az értékrend, az neki már nincs meg? Illetve, hogy tehát honnantól kezdjük elítélni, vagy honnantól ildomos, vagy egyáltalán honnantól ítéljük el a drogfogyasztást, amikor valaki folyamatos használóvá vált már, vagy csak könnyű drogokat használ, vagy mondjuk egyszer kipróbálja, vagy nem tudom, fél évente születésnapján, évente születésnapján, mi az, ami
nem tudom, nem is az elítélendő, hanem ami már olyan, hogy akkor rá kattanhat. Rögtön szeretném önt egy kicsit kijavítani, hiszen alapvetően már kétszer használt egy részben, a könnyű részben pedig a kemény drog elnevezést. Ezt a szakma nem ismeri ezt a fajta meghatározást. Mitől könnyű egy drog? Hát a molekula súlyától? Nem. Szóval nem lehet őket így összehasonlítani. Ez egy nem jó összehasonlítás, mert ugye mondhatja az ember, hogy hát a könnyű drogokkal azzal nincsen semmi gond, itt általában marihuánát szokták ide gondolni. Nem, vannak a különböző pszichoaktív szerek, akik ilyen, amolyan, emilyen kémiai csoportba sorolhatók, élettani hatások alapján sorolhatók, és így tovább, és így tovább. De ezt a fajta kvázi felosztást, amit ön is mondott, ezt alapvetően ne használjuk. Pontosan erre szerettem volna egyébként kitérni a felosztására is, ugye ott van a csak pálinka, a csak fröccs, illetve hogy hát nyilván használják így, de pont erre szerettem kitérni, hogy mitől könnyebb egy drog, illetve hogy van-e különbség a marihuána és a különböző más porok, más szerek között abban, hogy akkor milyen hatása van? Mindegyikre ugyanúgy rá lehet kattani, nem? Igen, a marihuánáról is kapcsolatban is van függőség, de azt kell, hogy mondjam, hogy például mondjuk hasonlítsuk össze az alkohollal. Ha például az a 16-17 éves gyerek elmegy a buliba, és ott megiszik mondjuk két fröccsöt, vagy két sört, hát mondjuk pálinkát ne igyom, mert mondjuk ebben a meleg időben az egy eléggé rettenetes történet, lesz-e tőle valami baja? Be fog rúgni ettől, mint egy csacsi? Ott fog okádni az áropartján, és itt tőlem? Nem, mert a kettőnél még egyfajta kontrollált magatartása megmaradhat, és pont az alkoholfogyasztás szempontjából, megmondom őszintén, én egy kicsit lazábban tudom kezelni ezt az egész történetet, mert azt tudnám tanácsolni a fiataloknak egy tök egyszerű mondatot. Ne legyen harmadik. Mert a harmadik után jön az a fajta leszarom érzés, amikor már jön a negyedik pohár, az ötödik, hatodik, és így tovább, és abból már komoly problémák lehetnek. Viszont a kábítószerek, amit ugye laikus nyelven kábítószereknek hívunk, ott nincs egy ilyenfajta kontrollálható történet. Szóval az alapvetően nem arról szól, hogy akkor én most csak félig szívom ezt a marihuánás cigarettát, és akkor kellemesen elbudulok tőle. Persze megnézzük, hogy a marihuána használatot követően nagyjából 90%-kal nem negatív élményekkel kerülnek ki belőle a használók. Na de ott van a 10%, az a 10%, amiből benne lehet egy marihuána indukált a pszichózis, egy pánikroham, ami kiválóan meg tud ágyazni egy pánikbetegségnek. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a ilyenfajta tudatmódosító szereknél a null tolerancia az, ami azt gondolom, hogy egyedül egy elfogadható, hiszen az a 0 mg, amit fogyaszt valaki, magyarán szóval semmit, az garantálja azt, hogy semmit nem fog vele történni. Még minden, ami több mint 0 mg, az okozhat már olyan élettani elváltozásokat, ami kiszámíthatatlan. És például itt a legújabb designer szereknél, itt a szintetikus marihuána szállalékoknál, itt nem arról van szó, hogy milligrammokat fogyaszt valaki, hanem alapvetően mondjuk itt a mikrogrammi mennyiségek már elegendőek ahhoz, hogy akár olyan életbeni változások következzenek be a szervezetünkbe, ami hatására akár bel is halhat tulajdonképpen az illető. És ezért nagyon fontos, legalábbis szerintem nagyon fontos, hogy egy picit itt különbséget tegyünk, hogy az alkohol és a amúgy klasszikusan kábítószerek között, de persze itt a kábítószer fogalmába bele kell vennünk, hogy azokat a gyógyszereket, altató nyugtatószereket is, amelyeknek például a magyarországi fegetőpiaci forgalma az összforgalomnak akár a 6-8%-át is elérheti, hiszen amellett, hogy itt van ezeknek egy orvosi javaslatuk, itt azért a visszaélés is, azt kell, hogy mondjam, hogy itt van gyakorta előtt fordulni. Szóval arra a kérdésére, hogy mikortól számít ez egy problémás dolog, nézze, nem kell örülni annak, ha az a gyerek kipróbálta. Csak természetesen azt mondjuk, megtudja a szülő, akkor jön egy iszonytató pánik, akkor úristen a gyerek drogos, tehát 3 hét múlva már heroinnal szúrja magát, meg fog halni, stb. Nem tudjuk ezt a témát jól kezelni, és mi lenne a példa, hogy nagyon egyszerű dolgot csinálnánk, hogy visszakérdeznénk a gyerektől, hogy persze, fiam, nem örülök, mert nem kell neki örülni, hogy a gyerek kipróbálta a szer. De figyelj, mit adott neked a szer? De milyen olyan dolog történt az életedben, amit szer nélkül nem tudsz valójában megvalósítani? Magyarán szóval tudunk egyáltalán erről a témáról kommunikálni, és most nem úgy, ahogy esetleg mondjuk egy szakmaveli tud, és itt nem a receptorokról, a receptorkötődési affinitásról, az oldalláncok változásáról van, szó nincs erről az egész történetről, hanem egész egyszerűen annak a generációnak, amelyekben például mondjuk én is beletartozom, ha bár ugye mi már nem a fiatal szülő kategóriába tartozunk, ugye 60 éves már elmúltam, hanem alapvetően ugye én már lassan a nagyszülői korban megyek. Én még ezt nagyon-nagyon másképpen látjuk ezt a történetet, mert én még alapvetően a rendszerváltás előtt szocializálódtam. Akkor voltam középiskolás, akkor jártam egyetemre, akkor kezdtem el dolgozni, és mondjuk egy mai 40-45 éves szülő,
az már ugye a rendszerváltás után szocializálódott, és lehet, hogy annak idején mondjuk ott az egyetemen elszívott egy marihuana cigarettát, és ettől ő most bűnözővé vált, ettől ő most lecsúszott, ettől ő most börtönnel van fenyegetve, és kábítószer. Nem. Szóval azt gondolom, hogy nem kell pánikba esni azért ettől a dologtól, nem kell örülni neki, de tanuljunk meg erről az egész témáról valójában kommunikálni. Nem beszélve arról, hogy tudunk-e a saját gyerekünkkel egyáltalán kommunikálni. Nem csak a kábítószerről, mert fiam, használtam már kábítószer? Én, de hogy azt sem tudom, mi az a kábítószer. Szoktam mondani ilyenkor a gyerek. De hát azt gondolom, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, csak talán nem gáz a szülő, akkor lehet ezekről a témákról otthon valójában beszélgetni. Hát igen, ez készülni kell, mert azért a tudásbázis valahonnét azért meg kell szerezni. Sok országban legalizálták, ugye, mintha létezne, tehát az lehet az érzésünk egy adott pillanatban, mintha létezne egy ilyen marihuana lobby. Tehát, hogy igazából mivel a többiek nagyon-nagyon tiltottak a kokain, vagy sorolhatnám, hogy még melyik szer nagyon-nagyon tiltott, hát nem is nagyon van, aki kiálljon amellett, hogy akkor azt legalizálják, de hogy a marihuánát azt egészen nyitottan különböző országokban felvállalták civil szervezetek és mindenféle aktivisták, hogy kérik a legalizálását. Nos, el is értek célokat, ugyanis nagyon sok országban legalizálva van, vagy valamelyest megtűrve a marihuána. Tényleg akkor a szükség van a marihuána használatra, illetve a marihuána használatának a legalizálására? Tehát ez akkor a társadalmi kérdés? Nézd, a társadalmi kérdésként ez mindig fölmerül, és erről azt gondolom, hogy kell beszélni. Szóval ez ne olyan dolog legyen, hogy mondjuk egy adott kormány, amelyik még megfelelő többséggel rendelkezik, azt mondja, hogy push, erről nem beszélünk, hello, mert mi úgyis leszavazzuk, mert megvan a többségünk. Lehet erről társadalmi vitát indítani, de én úgy gondolom, hogy ez egy abszolút több lépcsős folyamatnak kell lennie. Az első lépcsőbe tartozom bele az orvosi marihuánának a legalizálása. Magyarán szólva, ma már vannak olyan gyógyszerkészítmények, amelyek akár természetes, akár szintetikus THC-t, ugye ez a tetrahidrokannabinol a marihuánának a kialakított hatóanyaga, illetve egyéb más kannabidiolokat tartalmaznak, amelyeknek bizonyos betegségek esetén, és itt ezért ma már jó párat föl lehetne sorolni, megvan az indikációjuk. És ez nem a brit tudósok és a brit újság kitalációja, hanem ők tényleg egyértelműen, ugye ma már evidenciával alátámasztottak, bizonyos gyerekkori epilepszia betegség, daganatos betegségek, kemoterápiája, utáni hányás, gyulladásos bélbetegségek, és még lehetne egy pár ilyen betegséget felsorolni. Hogy ez első lépésben történjen meg. Nos, itt Magyarországon egyelőre ennek nyoma nincsen, ugye a kormány ezt úgy, ahogy van egyértelműen, azt mondta, hogy nem, szó nincs róla. Elképzelhető, hogy majd a választások után ez a téma előjön, mert ez alapvetően egy orvos szakmai kérdés. A második lépcső lenne a dekriminalizálás, amelyet azt értem, hogy megtalálja, lebukik az a gyerek azzal, hogy mondjuk nem autót vezetett, hanem mondjuk a buliba elszívott egy spanglit, és a zsebébe a rendőrök hajnali háromkor, amikor igazoltatják, találnak egy simítózára zacskót, amiben van egy ilyen zöldes színű növényi kábítószer, gyanús termék, hiszen ez mindaddig gyanús, ugye, amíg a legészeti vizsgálat nem bizonyította be, hogy ez valójában micsoda, hogy ne börtönnel való fenyegetés legyen ugye a THC, és persze nem arról van szó, ha otthon van mondjuk 300 növényem, akkor az világos, hogy az nem saját felhasználásról szól, nem az, ahol kereskedik. De azt gondolom, abban nincs vita közöttünk, hogy mondjuk egy kábítószerkereskedő olyan mennyiség van nála, akár kapjon, Magyarországon van erre mód és lehetőség, mondjuk életfogytiglani börtönbüntetést is, hiszen ő ezt ugye lehet, hogy maga is használja, de ugye azért termeli, azért hozza be, azért dilerkedik vele, hogy ebből ő jelentős módon megszegye magát. Ez a fajta legalizálás, ez nem legalizálás, ez a dekriminalizálás. És a következő lépcső lehet majd, amire szerintem egyelőre itt mi a volt szociális országunkban, még messze-messze nem vagyunk társadalmi érettek, nem beszélve arról, hogy azért számtalan olyan gondot, problémát lehetne felsorolni, amelyik szerintem sokkal-sokkal fontosabb a társadalmilag, mint azt, hogy ezt legalizáljuk-e a marihuánát, vagy ne. Úgyhogy igen, erre vissza kell térni, időnként ez legyen egy vita, elsősorban egy szakmai vita, ahol persze ki elmondhatja a pro és kontra ellenérveit. Nem beszél arról, hogy gondoljon bele, hogy egy olyan szernek a legalizálásáról lenne szó, amelyikről nem tudjuk 100%-ban kijelenteni, hogy ez csak pozitív hatással bír. Ha lenne olyan kábítószer, amitől mindenki gyakorlatilag csak jókedvre derülne, csak mosolyogna, röhögcsélne, stb. És biztos, hogy semmiféle negatív hatása ennek nem lenne, akkor azt nyugodtan lehetne tulajdonképpen legalizálni, de alapvetően ebben a marihuána használatban, és erről már beszéltem, nagyjából egy 10%-ban benne lehet azok a negatív hatások,
amire viszont nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk első használatkor jelentkezik, vagy csak a 347-nél, vagy lehet, hogy soha az életében nem lesz ilyen valakinél. Magyarán szóval egy olyan szert legalizálna végre, potenciálisan, akár súlyos következmény, egészségügyi szövődmény, akár testi, akár pszichés benne lehet, én azt gondolom, hogy egyelőre erről ne beszéljük. A 2000-es években láttam egy felmérést, ami arról szólt, tehát nagyon röviden csak egy adatot kiragadva, Hollandiában abban az évben nem volt egy kokain túladagolás se, és Svédországban 900 kokain túladagolás volt abban az évben. Svédországban hát nem volt megtűrt, Hollandiában sem volt, kimondottan ajánlott a fogyasztása. Eleme sokkal, sokkal lazábban állnak ehhez a kérdéshez, ezekhez a kérdésekhez. Mi a véleménye a szereket csak befeketítő kampányokról versus az olyan kommunikációról, mint például akkor a holland példa, ahol ellenőrzött körülmények közt akár ki lehet próbálni például a kokaira extazit is. Nézze, alapvetően ugye azért azt ne felejtsük el, hogy például a holland társadalomban már valamikor az 1600-as években ott ugye bankok voltak, fejlett polgári társadalom volt, és az 1 négyzetméter első világhírű festők száma az elég jelentős volt, míg itt nálunk ugye abban az időszakban, hát azt kell, hogy mondjam, hogy még igencsak ugye az analfabetizmus uralkodott, ugye, és úgy gondolom, hogy az ő társadalmi fejlettségük, meg egyáltalán az embereknek az ehhez való hozzáállása az nagyon-nagyon más, mint itt ugye Közép-Európában. És ezen nem lehet változtatni, ez egy olyan lemaradás, hiszen itt nem véletlen mondjuk azt ugye, hogy a rendszerváltás kapcsán azért ezt a 40 év lemaradást ugye a nyugathoz képest, tulajdonképpen görgetjük magunk el, és még nem nagyon sikerült, még fölzárkóztunk ehhez az egyik kenephez. Ugyanakkor ugye azért a hollandoknál sem fenék teljesen ez a történet. Részben most már eszében eljusson valakinek, úgyhogy kimegyek, és majd ott egy kaffisokba, ugye, mint magyar vagy román állampolgár, ugye majd elszívok egy spamit, mert ez kizárólag a nagykorú holland állampolgárokra vonatkozik, és igazándiból azért a marihuánán kívül azért ők sem állnak pozitívan a többi szerekhez. Magyarán szólva, ezeknek a szereknek azért nagyon számtalan veszélyük lehet. Ettől még persze, és egy csomó-csomó kutatás zajlik éppen, amelyik arról szól, hogy ezeknek a szereknek, mint például az extazinak, lehet szerepe bizonyos pszichiátriai betegségben, vagy például, hogy mondjuk a morfiumot is nap mint nap rendszeresen használjuk, és el nem tudnánk képzelni nélkül a gyógyítást. Ugye a ketaminnak is vannak ilyen jellegű vonatkozásai, amelyek ugye a medicinában tulajdonképpen térfódítanak. Én úgy gondolom, hogy azért főként az újabb szerek, azok a designer szerek, amelyek elsősorban távol-keletről érkeznek ugye már ide Európába, ezeket nem ismerjük, ezek kiszámíthatatlanok, ezeknek a hatásáról nagyon-nagyon sokáig még tulajdonképpen semmit sem tudunk, és azért arról sem szabad elfeledkezni, hogy az emberiségnek az életében tulajdonképpen a kábítószer használat az ember megjelenésétől kezdve jelen volt. És persze nem a szintetikusan előállított szerekről van szó természetesen, hanem a természetben előforduló szerekről, hiszen több mint 200 olyan növényfajtánk létezik, amelyik a természeténél fogva tartalmaz azért pszichoaktív szereket, és annak idején az őseinket megkóstolták, azt a gombát, azt a virágot, azt a gyökeret, és olyan nagyon-nagyon furcsa állapotba kerültek, és ha megnézzük ugye itt az európai monda és reggel világot, hát azért szinte mindegyikbe lehet találkozni. Ugye a különböző növényi alapú szereknek a használatával, akár itt a vikingeket, a rómaiakat, a görögöket nézzük. Sőt, talán a magyaroknál jelen... is, hogyha azt vesszük, ugye, nálunk is biztos voltak olyan szerek, a világzárófő is, és még mondhatnánk. Hát végül is az üzenet átjött, azt mondta, hogy nulla tolerancia, ugye? Tehát a 0 milligram annyi az, amennyit lehet szedni. Azt hiszem, hogy azt a nézőink is vehették ezt az üzenetet, igen? Azt gondolom, ezt mindenkinek javaslom, hogy ennyit bátran fogyasszon. Dr. Zaher Gábor toxikológusnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk videókapcsolatban, és segített tisztában látni ezt az igen bonyolult, és hát néha még tabuként is kezelt kérdést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, vigyázzanak magukra!